Törölték Orbán Viktort a híres oxfordi diákok listájából, tudta meg a Bors. A világhírű egyetem honlapján teszi közzé, hogy volt tanulói közül, kikre büszke, a sorban korábban a magyar miniszterelnök is szerepelt. Nemrégiben azonban az egyetem törölte nevét a listáról. Azt mondják, frissítették a felsorolást. Az Együtt PM szerint valójában azért nem szerepel már a listán Orbán Viktor neve, mert a patinás intézmény egyáltalán nem büszke arra, hogy a magyar miniszterelnök náluk tanult. A világhírű Oxford Egyetem büszkeségei. Az intézmény honlapján a híres, egykor oxfordi diákok között politikusok, művészek és Nobel-díjas tudósok szerepelnek. Ott van például Olly Rehn, uniós biztos, Bill Clinton, az Egyesült Államok volt elnöke, T.S. Eliot költő és Hugh Grant színész is. Az Illusztris Társaság tagja volt Orbán Viktor is eddig. A miniszterelnök ugyanis a Soros Alapítvány támogatásával 1989-ben 4 hónapot tanult az angliai intézményben. A magyar miniszterelnök neve nemrégiben lekerült a híres oxfordiak listájáról. Kerestük az egyetemet, hogy megtudjuk, miért törölték Orbán Viktort. Sok kérdést tettünk fel, 2 mondatban válaszoltak. Azt írják, az egyetem honlapjának számos tartalmához hasonlóan az ilyen listák is időről időre változnak és frissülnek. Egy név eltávolítása nincs kapcsolatban az egyes személyek jelenlegi helyzetével, és azt sem jelenti, hogy ugyanez a név nem kerül fel újra a listára. Az Együtt PM szerint azonban Orbán törlése az Oxfordi Egyetem honlapjáról komoly üzenet a miniszterelnöknek. Az a helyzet, hogy Orbán Viktornak ez a botrányos, a magyar demokráciát végleg felszámolni látszó nyilatkozata rossz hírét kelti ennek az országnak. Nem csak az a baj, hogy emiatt kevesebben jönnek ide, kevesebb befektetőnk lesz, hanem sokan rossz országként gondolnak Magyarországra, holott Magyarország egy jó ország. Kerestük a miniszterelnökséget is az ügyben. A kormány szóvivői irodában azt mondták, megkeresésünkkel Orbán Viktor sajtófőnöke Havasi Bertalan foglalkozik, de tőle semmilyen választ nem kaptunk. Az az új állam, amit Magyarországon építünk, az illiberális állam. Orbán Viktor több mint egy hete mondta ezt a Bálványosi Szabad Egyetemen. Arról beszélt, hogy a nyugati világban most az egyetlen elfogadott államforma a liberális demokrácia. Ez valójában a polgári demokratikus berendezkedést jelenti. A miniszterelnök azt mondta, a megoldás nem feltétlenül a nyugat-európai rendszer. Szerinte ma inkább Kína, India és Törökország számít, ahogy fogalmazott, sztárnak. Ezekben az országokban az Amnesty International szerint naponta sérülnek az emberi jogok. A beszéd miatt a miniszterelnököt egyre több külföldi újságíró kritizálja. Például Ferid Zakaria, aki megalkotta az illiberális demokrácia kifejezést, amiről sosem gondolta volna, hogy valaki pozitív példaként említi majd. Zakaria a CNN műsorvezetője is. Az egyik legutóbbi adásában hosszan foglalkozott Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin kapcsolatával. Ferid Zakaria szerint Orbán Putyin nyomdokaiba lépve felszámolja a liberális, vagyis polgári demokráciát Magyarországon, és egy olyan rendszert alakít ki, amelyben korlátozzák a sajtószabadságot, és államosítanak mindent.